Az igénylők száma ma már meghaladja a 100 000-et. Ha állami felelősségről szólunk, akkor ennek gyakorlása egy hatékony, ha úgy tetszik, erős államot feltételez. Ezért fontos számunkra az állami vagyon megőrzése és a nemzeti tulajdonban levő cégek megerősítése, ennek a lépései ismertek. Az állami felelősség a polgárokkal szemben is megnyilatkozik, hiszen tapasztaltuk, hogy a betölt hitelek kapcsán az állam ezt gyakorolta. Itt persze az igazságosság szempontja kell, hogy érvényesüljön. Az állami segítség mellett a megoldásban a pénzintézet és az érintett is részt vesz. És ha már kimondtam a szót, hogy pénzintézet, akkor hadd emlékeztessek arra, hogy gyakoroltunk egy gesztust a bankok és a nagy nyereséget elkönyvelő cégek felé. Lehetőséget kaptak arra, hogy a közös felelősségből kivegyék részüket, vagyis az államadósság kezelése kapcsán gyakorolhatták ezt a felelősséget. Az alaptörvény ennek az időszaknak egy fontos lépése volt, a rendezett világ megteremtésének egy lépése. Ezt szolgálják a sarkalatos törvények is, amelyek egy-egy részterület kiszámítható, hosszú távú szabályozását végzik el. Mindezt úgy kell tennünk, hogy a rendezettség és a demokrácia egyensúlyban legyen. Itt zárójelben meg kell jegyeznem, hogy a Szocialista Párt frakció vezetőjének felszólalása éppen a demokráciáról szólt, de elfeledkezett róla, hogy a Gyurcsány időszakban a magyar embereket manipulálták, és ezzel veszélyeztették a demokráciát, különösen azzal, hogy a manipuláció hazugsággal történt. A egyensúly persze nagyon kényes a rendezettség és a demokrácia között, és könnyű ezt kisebb-nagyobb csúsztatásokkal kétségbe vonni. Ezt meg is tette a baloldali ellenzék a szélsőséges liberális véleményformálók támogatásával és európai elvbarátaik segítségével. A Magyar Uniós Elnökség sikerét azonban ez sem tudta befolyásolni. Az ellenzékiség ilyen értelemben kihívást jelent, és ezt is kezelnünk kell. Az adócsökkentésnek és a munkahelyteremtésnek egyszerre van gazdasági és társadalmi hatása. Ennek ma még csak az első jeleit látjuk. A munka szempontja a szociális ellátásban is megjelent. Intézkedéseink a régi elvet érvényesítik, segély helyett munkát, illetve aki tud, dolgozzon, aki viszont rászorul, az kapjon megfelelő segítséget. Az egyházak szabad működését biztosító törvény reményeim szerint ma elfogadásra kerül. Az oktatás világát rövidesen megszabadítjuk a liberális kártevéstől, ez a KDNP egyik hangsúlyos törekvése. Készítjük a családok védelméről szóló törvényt, ez lehetőséget ad a családok helyzetének és állapotának javítására. Az elmúlt fél évre úgy tekintünk, mint amikor sikerült ellépnünk a szakadék széléről, és elindulni az ország megerősítésének és megújulásának irányába. Köszönöm figyelmüket! Köszönöm, a kormány részéről nem kíván válaszolni senki. Ezzel a napirendeleti hozzászólásaink végére értünk. Tisztelt Országgyűlés! A mai napon napirend utáni felszólásra jelentkezett Balogh József a Fidesz és Osztolykán Ágnes az LMP részéről. Tisztelt Ház! Az Alkotmányügyi, Igazságügyi és Ügyrendi Bizottság mai ülésén általános érvényű állásfoglalást fogadott el. Felkérem Tiba István jegyzőurat, hogy ismertesse ennek szövegét. Az Alkotmányügyi, Igazságügyi és Ügyrendi Bizottság általános érvényű állásfoglalása. Az Alkotmányügyi, Igazságügyi és Ügyrendi Bizottság, mint házszabály értelmezéséért felelős bizottság, a saját döntése alapján, a házszabály 143. szakasz 3. bekezdésében foglaltak alapján az alábbi általános érvényű állásfoglalást hozza. A mentelmi és összeférhetetlenségi ügyekkel foglalkozó állandó bizottság eljárására
a házszabály 130. szakasz 5. bekezdésében rögzített határidő számításánál az ülésszakok közé eső szünet időtartamát figyelmen kívül kell hagyni. Úgy kell tekinteni, hogy ezen időszak alatt a határidő nyugszik. Dr. Balsai István, a bizottság elnöke. Tisztelt Országgyűlés, soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendre az ülés időtartamára, a felszólalási időkeretekre elnöki jogkörömben terjesztettem elő ajánlásomat. A benyújtott önálló indítványokról és a hatáskörrel rendelkező bizottságok kijelöléséről a honlapon tájékozódhatnak. Tisztelt Ház, most az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi ajánlásról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e napirendi ajánlásomat. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak. Köszönöm. Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirendet elfogadta. Tisztelt Ház, most 12 óra 22 perckor áttérünk az interpellációk azonnali kérdések és kérdések tárgyalására. Szabó Vilmos, az MSZP képviselője interpellációt nyújtott be a külügyminiszterhez a Magyar EU elnökség mérlege címmel. Képviselő úr, a szó, parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt miniszter úr, véget ért a Magyar EU elnökség időszaka. Ha néhány szóban akarnánk értékelni az elmúlt évet, azt mondhatnánk, az egyik szemünk sír, a másik nevet. A Magyar EU elnökség a kitűzött célok elérésében komoly szakmai sikereket ért el. Elismerés és köszönet jár a rendkívül felkészült szakmai csapat áldozatos munkájáért, akiknek egyébként a Fidesz kormány által elkövetett hibákat is kompenzálni kellett. Fontos eredmény a Duna stratégia elfogadása, az európai roma stratégia megszületése, az energetikai integrációba történt előrelépés és Horvátország csatlakozásának döntő mértékű előmozdítása is. Ez azonban csak az érem egyik oldala. A féléves elnökségünket sajnos kezdetétől a végéig az Orbán kormány negatív politikai lépései ügyei árnyékolták be és tették kudarcossá. Orbán Viktor politikájának köszönhetően romlott az ország nemzetközi tekintélye. Magyarországra a külföld, amelyet szeretném leszögezni, továbbra sem a Jókai utcából irányítanak, bármennyire szeretnék ezt önök a választókkal elhitetni, mint az európai alapértékekkel szembe menő, alapvető emberi jogokat korlátozó, demokratikus deficitet felhalmozó országra tekintettek és tekintenek. A Fidesz kormány elérte, hogy újra rossz érzés legyen magyarnak lenni külföldön. Orbán Viktor az első magyar politikus, éppen az elnökség idején képes volt az Európai Uniót az osztrák császársághoz és a Szovjetunióhoz hasonlítani. De Orbán Viktor büszkétkedhet azzal a kétes dicsőséggel is, hogy az elnökségi fél évben az Európai Parlament 2010-ben is elmarasztaló állásfoglalást fogadott el a kormányával szembe, a médiatörvény és az új alaptörvény miatt. A magyar elnökség alatt sorozatosan figyelmeztettük a kormányt, hogy a demokráciát korlátozó és szétzúzó intézkedéseik ártanak nemzetközi érdekeinknek, nemzeti érdekeinknek, és meg lesz a hatásuk Magyarország nemzetközi megítélésében. Nem hallgattak ránk. Figyelmeztettük önöket, hogy nem kellene mindenkiben, aki ellentétes véleményt és kritikát fogalmaz meg, ellenséget látni. És megint csak nem hallgattak ránk. Európában megkérdőjeleződött a hit Magyarország kormányának demokratikus értékrendje iránt. Kérdezem tisztelt miniszter urat, szolgálja-e a kormány európai alapértékekkel szembe menő antidemokratikus belpolitikája nemzeti érdekeinket és az erős Európa iránti elkötelezettséget? Nyugat vagy kelet felé szeretné Orbán Viktor miniszterelnök kormányozni Magyarországot? Meddig folytatja a Fidesz különutas, mindenhol ellenséget látó politikáját? Nem veszik észre, hogy ezzel tökéletesen lerombolják Magyarország tekintélyét? Várom meg tisztelő válaszát. Martonyi János miniszter úr következik válaszolásra. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt képviselő úr! Mindenekelőtt szeretném önt megnyugtatni, szeretném önt biztosítani arról, hogy mi nem látunk, nem is keresünk sehol sem ellenséget. Nem keresünk ellenséget külföldön, és nem keresünk ellenséget belföldön sem. Tisztelt képviselő úr, önt sem tekintjük ellenségnek, önt politikai ellenfélnek tekintjük, aki jó néhány kérdésben velünk ellentétes álláspontot fogalmaz meg, és ez azt hiszem, hogy éppen az ön által említett demokráciában pontosan így van rendjén.
A külföldi baloldali politikusokkal vitatkozunk, őszintén, tárgyilagosan, és én azt hiszem, hogy sikerrel. De hogy ellentétes álláspontot képviselünk jó néhány kérdésben, azt az is bizonyítja, hogy ön a jelenlegi kormány belpolitikáját antidemokratikusnak ítéli meg. Ez nem új dolog. 20 éve tapasztaljuk azt, hogy bizonyos baloldali politikai erők mindig veszélyben látják a demokráciát, mindig akkor, amikor nem ők kormányoznak. Amikor ők kormányoznak, akkor természetesen a demokráciát minden ellenkező jellegű esemény ellenére veszély nem fenyegeti, akkor a demokrácia tökéletes, és az emberi jogok maradéktalanul érvényesülnek. Ezt a kérdést biztosan nem így látjuk, képviselő úr, és én azt hiszem, hogy ez a vita még folytatódni fog egy jó ideig itt Magyarországon. Amit azonban igazán sajnálok, az az, hogy önnek az elnökségről is ez jut eszébe. Holott van itt egy nagy lehetőség, vagy lenne, vagy lett volna egy nagyon nagy lehetőség. Összezárhatott volna ez az ország. Büszkék lehettünk volna, vagy még mindig büszkék lehetnénk arra, hogy magyarok vagyunk. Nem szégyelni kellene azt, hogy magyarok vagyunk, hanem jó érzés kellene, hogy legyen, hogy magyarok vagyunk, hiszen ez az ország évek, évtizedek óta vágyik a sikerre. Legyen az sportsiker, vagy bármi más, de szeretne egyszer sikeres lenni. Na, ez most sikerült. Ez most sikerült minden külföldi visszajelzés. Legyen az államfői, kormányfői, külügyminiszteri, miniszteri, szakértői, bizottsági, tanácsi, tisztviselők szintjén. A hasonló levelek, megnyilvánulások százait kapjuk. Nagyon sokan mondják azt, hogy évtizedek óta úgy látják, hogy ez az egyik legjobb és legsikeresebb elnökség. Persze könnyű azt mondani, hogy ez egy szakmai munka, csak hát nem egészen értem, hogy hogy lehet a szakmai meg a politikai tevékenységet egymástól ekként elválasztani. Én ezért azt kérem mindenkitől, érezze át ezt a sikert. Ne vakítsák előtt a politikai előítéletei, véleményei, esetleg ambíciói. Ami pedig a harmadik kérdését illeti, hogy vajon nyugat vagy kelet felé akarunk-e menni, hát ez nehéz kérdés, ezt nehezen tudom megválaszolni, tudnék, a nyugat részei vagyunk. Európai Unió tagállama vagyunk, a NATO tagállamai vagyunk, és ugyanazt tesszük, amit egyébként az Európai Unió és annak tagállamai, hogy tudnélik, a lehető legbarátibb partneri kapcsolatokat akarjuk építeni, legfőképpen persze gazdasági területen, a nagy ázsiai tényezőkkel. Ezt csinálja mindenki. A Kínai Népköztársaság jelenleg az Európai Unió stratégiai partnere. Hát ugyanezt tesszük mi is. Köszönöm szépen. Megkérdezem, képviselő úr, elfogadja a választ. Tisztelt miniszter úr, meg kell mondjam, ennek nem rajtunk múlott, hogy nem tudtunk összezárni, és nem lehetett ezt a szakmai sikert az egész fél év sikerévé és Magyarország sikerévé konvertálni. Mindent megtettünk, sokszor elmondtuk, itt a parlamentben is, a munkacsoportban is, és a nyilvánosság előtt is, hogy ne tegyék az Európai Uniós elnökségünk során azokat a nagyon közvéleményt, Magyarországot nagyon megosztó, és az európai alapértékekkel szembe menő törvényeket meghozzák. Önök erre nem hallgattak ezért, tehát nem lehet ketté választani, önnek teljesen igaza van, és mivel nem lehet ketté választani, még ugye folytathattam volna is, hiszen a kokizásról még nem is beszéltem, amelyet nem a miniszterelnök úr osztott, hanem mi, illetve ő kapta is rajta keresztül az egész ország, vagy a Monitoring Bizottság látogatását a múlt héten, amely a demokrácia deficitet vizsgálta. Nem tudom elfogadni a válaszát, miniszter úr, köszönöm szépen. A képviselő úr nem fogadta el a választ, kérdezem a házat, hogy elfogadja. Kérem, szavazzanak. Megállapítom, hogy a ház 195 igen szavazattal, 33 nem ellenében, 36 tartózkodás mellett a választ elfogadta. Tisztelt országgyűlés!
Lenhardt Balázs, a Jobbik képviselője interpellációt nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Miniszterhez, mikor tesznek érdemi lépéseket is a privatizációs rablás felülvizsgálatára címmel. Képviselő úr, a szó, parancsoljon. Államtitkár úr, a szerb gazdasági miniszter a múlt héten bejelentette, hogy felülvizsgálják a teljes privatizációs folyamatot, és ahol bűncselekmény történt, ott meg is fogják tenni a szükséges lépéseket. Eddig a megvizsgált szerződések egyharmadát fel is mondták, és a szerb miniszter azt is kijelentette, hogy nekik nem Brüsszel fogja diktálni, melyik szerződéseket ellenőrizhetik, melyiket nem. Úgy tűnik nekünk igen. Mi magyarok ugyanis régóta hiába várunk egy hasonló bejelentést a hazai privatizációs rablások teljes körű feltárására. A Fidesznek már a 98-as választási kampányában ez volt az egyik fő ígérete, aztán kormányra kerülve gyorsan megfeledkeztek róla, semmit sem csináltak, hanem futni hagyták a tolvajokat, nyilván félve a személyes és érdekkonfliktusoktól. Most már több mint egy éve kormányoznak komoly társadalmi felhatalmazással, várjuk a nagy változást. Mégsem történik semmi ezen a területen. Ahogy a politikus bűnözők elszámoltatása is beváltatlan ígéret, úgy a nemzetgazdaságot végzetes módon megkárosító, kiraboló privatizációs folyamattal minden jel szerint eszük ágában sincs foglalkozni. Az offshore lovagok adóelkerülő kedvezményeit visszahozzák Rogán kezdeményezésére, míg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a múltkori interpellációmban elmondtam, 600 millió forinttal támogatja a Korda filmstúdiót, amely egy díszes nemzetközi offshore társaság tulajdona. Andrew Vajna, Peter Munk és Nathaniel Rothschild alkotja ezt a világhódító társaságot. A privatizációs szerződések csupán környezetvédelmi szempontokra kiterjedő előírásainak felülvizsgálata egy helyes lépés, de nagyon kevés és kései. A MOL botrány azt is kiválóan megmutatja, hogy az évi több tízmilliárdos árbevételt elérő társaság mindössze 20 millió forintért lett privatizálva. De voltak olyan állami társaságok, amelyek összesen 1 forintért cseréltek gazdát. Miniszter úr arról beszélt korábban a Költségvetési Bizottság előtt, hogy megvizsgáltak 300 PPP konstrukcióban kötött szerződést, melynek révén a költségvetésbennek a jövőben 3000 milliárd forint kiadása lenne. Azt mondta, hogy egyezkedni kívánnak erről ezekkel a társaságokkal. Hát nem egyezkedni kell, hanem ezeket a szerződéseket haladéktalanul felmondani, és a felelősöket hűtlen és hanyag kezelés miatt bíróság elé állítani. Mert az államra olyan aránytalan és indokolatlan terheket róttak, ami a szerződéseket feltűnő értékaránytalanság miatt érvénytelenné teszi. Az egész PPP konstrukció egy pofátlan lopás, ezt mindenki tudja. Ugyanúgy, hogy a privatizáció nagy része, vagy mondjuk a Gyurcsány által megszerzett Balatonüszödi kormányüdülő. Miniszter úr, miért nem tesztek már valamit? Talán önök is érintettek az ilyen is hasonló ügyekbe? Ne nézzék teljesen hülyének az embereket. Tisztában vagyunk vele, hogyan jött létre az új gazdagok oligarchiája, mely az állami ellopott pénzeket, szerzett vagyonát, politikai hatalommá transformálta. Kérem választ. Fónagy János államtitkár úr következik, parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, képviselő úr. A kormány kiemelt stratégiai célkitűzései a privatizációs szerződések teljes körű felülvizsgálata, melyre a minisztériumon belül egy külön szervezeti egységet hoztunk létre, kiemelt állami szerződéseket és támogatásokat vizsgáló államtitkárság néven. Az ellenőrzések alapvető célja, hogy hosszabb távon is biztosítsuk az állami oldal érdekérvényesítését, a magánpartnerek kockázatvállalását a PPP, privatizációs és kiemelt stratégiai ügyekben. Az elmúlt egy évben mintegy 100 futó hatályban lévő PPP szerződést világítottunk át, melyek közül egyik sem tartalmazott kockázatmegosztást az állam és a magánszereplők között, minden kockázatot az állam viseli. Számos szerződés túlárazott volt, jelentős magánhasznot biztosított, és sok esetben offshore cégeken keresztül valósult meg. A kormány hamarosan döntést hoz arról, hogy milyen ütemezéssel, milyen megállapodásokkal váltsa ki a jelenlegi PPP szerződéseket. Erre a Szél Kálmán terv 200 milliárd forintot biztosít. Ugyanakkor a szerződések megszüntetése sem költségvetési hiányt, sem az államadósság növekedésével nem járhat.
Az államtitkárság tevékenységének központjában az elmúlt időszakban a PPP projektek felülvizsgálata, kiváltásuk szakmai előkészítése állt. E szerződések megszüntetésének előrehaladásával az államtitkársági munka fókusza fokozatosan helyeződhet át más feladatokra. Az elmúlt időszakban ezzel együtt is komoly szerepet vállaltunk a MAL Zrt. Ügyében, feljelentést tettünk a Hód Mezőgazda Zrt. Privatizációjának szükségességére vonatkozó vizsgálat eredményei alapján, továbbá támogattuk a Magyar Államvasutak Zrt. Jelenlegi gazdasági helyzetéhez vezető 2002-2010 közötti kiemelten a MÁV Zrt. Szerkezet átalakítására és a leánytársaságok privatizációjára vonatkozó döntések felülvizsgálatára létrehozott parlamenti bizottság munkáját. Részt veszünk a privatizáció szerződések környezetvédelmi és természetvédelmi előírásának felülvizsgálatába. Kötelezettséget vállaltunk arra, hogy 2012. május 31-ig megvizsgáljuk a magyar állam tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek értékesítésére megkötött, az MNV Zrt.-nél fellelhető szerződések, szerződő felek általi teljesítését. Ehhez a 2012. június 12-ig jelentésbe számolunk be az országgyűlésnek. Minden segítséget megadunk az országgyűlés által a cukorgyárak privatizációhoz vizsgálatára létrehozott vizsgálatbizottság munkájához is. Ezek a tények, és nem az érzelmek és az indulatok. Köszönöm a figyelmüket. Kérdezem képviselő urat, hogy elfogadja a választ. Természetesen nem tudom elfogadni. Amit itt államtitkár úr elővezetett, az nagyon kevés volt, pusztán a felszínt kapargatta, és lehet, hogy sőt biztos, hogy a tények makacs dolgok, de pont azt támasztja alá, hogy önök nagyon keveset tettek ezen a területen. Pedig lett volna rá lehetőségük a kétharmados felhatalmazással és az erős kormányzati többséggel. Az, hogy 100 PPP szerződést megvizsgáltak, az gyakorlatilag semmi. Ugye az egész állami vagyonnak a kifosztása és kirablása az nem 100 szerződésen múlik, amit egy év alatt önök letettek, hanem több ezer, több tízezer szerződés van a háttérben, amiben különböző feltételeket vállaltak ezek a társaságok, és nem tartják be. Tehát ha van egy ilyen apparátus, akkor föl kéne duzzasztani és ráállítani az egész elmúlt 20 évbe, és olyan jogszabályi módosításokat hozni, hogy ne évülhessen el minden. A cukorgyárakat, ha már arról beszélt, van, ahol a földdel tették egyenlővé, ahol majdnem sóval hintették be, mint Kartágó nyomát egykor Róma, és önök akkor ezt hozzák föl, mint pozitív példa. Köszönöm. Nem fogadtam el. Képviselő úr nem fogadta el a választ. Kérdezem a tisztelt házat, hogy elfogadja. Kérem, szavazzanak. Megállapítom, hogy a ház 181 igen szavazattal, 39 nem ellenében, 45 tartózkodás mellett a választ elfogadta. Tifán Zsolt, a Fidesz képviselője interpellációt nyújtott be a vidékfejlesztési miniszterhez. Lehet-e sikertörténet az ormánságból az ős dráva program által címmel? Képviselő urat illeti a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár úr! A drávamenti területek az egykori természetes tájhasználat mellett a Kárpát-medence leggazdagabb vidékei közé tartoztak, mocsarak, vizes élőhelyek, kiterjedt rét és legelőgazdálkodás jellemezte ezt a vidéket. Ez a helyzet a dráva szabályozásával, a jelenlegi vízgazdálkodási gyakorlat elterjedésével és a klímaviszonyok átalakulásával gyökeresen megváltozott. A természeti környezet degradációja mellett a társadalom szétesése, kulturális és gazdasági elszegényedése is jellemző. A térség ma hazánk egyik legelmaradottabb területe, ahol a társadalom teljes kilátástalanságban él. A fenti problémák megoldásaként olyan összefüggő program vált szükségessé, amely a terület környezeti állapotának, infrastruktúrájának és szociális helyzetének javítása révén megteremti a természeti és társadalmi adottságokhoz jól illeszkedő tájgazdálkodás feltételeit. A program elkészült. Több pillére nyugszik, melyek organikus egységet képeznek, és melyek egymással összefüggésben minden területre kiterjedő beavatkozás sorozat által gyökeresen alakíthatják át az ormánságban élők életfeltételeit.
Véleményem szerint az első lépés a vízkormányzás helyreállítása, a tájhasználatváltás. Az ezen alapuló hagyományos mező- és erdőgazdálkodási tevékenységek felevenítése, a megújuló energiaforrások hasznosítását lehetővé tevő tevékenységekkel együttesen teremthetik meg a fellendülés gazdasági alapjait. Mindezekkel párhuzamosan humán erőforrás fejlesztési program megvalósítására is szükség van. Fókuszában mindenképpen a fiatal generációk oktatását, részben átképzését célszerű állítani. Az ősdráva programot, mint az ormánság fejlesztésére irányuló komplex térségfejlesztési stratégiai programját az ormánság fejlődéséért tenni akaró szervezetek és személyek dolgozták ki. Megítélésem szerint a program biztonságos megvalósításához alapvetően szükséges, hogy a Duna-Dráva Nemzeti Park részeként védett állami tulajdonban lévő földrészletek nemzeti parki vagyonkezelésbe kerüljenek. A finanszírozhatóság érdekében azt javaslom, hogy kerüljön elkülönítésre egy ős-dráva program pályázati keret, melyből csak a program célkitűzéseinek megfelelő, koncepciójához szorosan illeszkedő és földrajzilag a program részét képező területekről érkező pályázatok finanszírozhatók. Az ősdráva program egy komplex, a környezeti, gazdasági és társadalmi szférát egyaránt érintő területfejlesztési program, amely a hosszú távon fenntartható fejlődés feltételeit teremtheti meg hazánk egyik legelmaradottabb kistérségében, az ormánságban. Ez a terv a fenntartható terület és vidékfejlesztés első hazai mintaprogramjává válhat, és sikere esetén nemzetközi léptékben is modellértékű lehet. Tisztelt államtitkár úr, kérdezem tehát öntől, hogy lehet-e sikertörténet az ormánságból az ősdráva program által? Köszönöm. Kormány nevében Ángyál József államtitkár úr fog válaszolni, parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt képviselő úr. Az ország újjáépítése sok-sok területre, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr, az ország újjáépítése sok-sok területre kell, hogy kiterjedjen. Ezek között talán az egyik legfontosabb, hogy a környezethasznált rendszerét is át kell alakítsuk. Sok olyan területünk van az országban, ahol egész másra használtuk az elmúlt időszakban a területet, a tájat, mint amire az való volt. Talán az elmúlt év, amikor vízborította az ország jelentős részét, ha másra nem, arra jó volt, pontosan megmutatta, hogy hol hibás ez a környezethasználat. Azokat a területeket, ahol rendszeresen vízborítás van, valószínűleg egy egészen más használatra kell átállítanunk, és az ősdráva terület, ez tipikusan ilyen terület. Nem a természet ellenében működő rendszerek, amik hosszú távon fenntarthatók és működőképesek, ezt mutatja épp ez a példa is, ahol a természettel szembe megyünk, ott nem csak ökológiai problémáink lesznek, hanem gazdaságilag sem kifizetődő, és a társadalom is leépül. Az ormánság térsége tipikusan mutatja ezt a példát, ezért azt gondolom, hogy példaértékű mintaprogram lehet abból, amit az ősdráva programban a helyi társadalom képviselő, és jelzem, 10 éves előkészítő munkában a különböző tárcák maguk is hozzátettek ahhoz, hogy ez a program valóban elindulhasson. Azt gondolom, megerősítve képviselő úr megjegyzését, hogy nem egyszerűen vízgazdálkodási problémáról van itt szó, bár az is egy fontos dolog, a vízkormányzás és a komplex térségi vízgazdálkodás helyreállítása, ami részben a természetes vizeknek a visszatartásából áll, de ugyanúgy a drávából megváltozott viszonyok között a vízkivételt is jelentheti, hanem ez jelent egyfajta ökológiai problémát is. Az ökológiai hálózatunk fenntartása egy nagyon fontos természetvédelmi szempont, és én egyetértek, és magam részéről támogatom, a tárca támogatja azt a kezdeményezést, hogy azok a területek, amelyek bekerülnek az ősdráva programba, azok a nemzeti földalaptól vagyonkezelésre kerüljenek át a nemzeti parkhoz, hiszen a legjobb gazdája a nemzeti park lehet ennek. Ugyancsak egyetértek azzal a fölvetéssel, és ebből a szempontból is példaértékűnek gondolom a programot, mint ahogy annak idején ezt a vásárhelyi terv kapcsán a folyóvölgyeknél is elmondtuk, hogy ezek nem egyszerűen környezeti problémák, vízgazdálkodási problémákat vetnek föl, vagy nem is csak pusztán gazdasági kérdéseket vetnek föl, hanem ezek egyúttal vidékfejlesztési kérdésként is fölmerülnek. Ezért a vidékfejlesztés különböző eszközeit kell kapcsoljuk ehhez a fejlesztéshez. Jelezni szeretném, hogy éppen ezért a Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció 2020 vitatott, éppen most vitán lévő anyaga kiemelt térségi programként kezeli az ormánság fejlesztést, és ennek részeként fogjuk föl az ősdráva programot is. Egy olyan programnak, ami sokrétű mezőgazdaságot céloz, ahelyett a sematikus rendszer helyett, amit ott az elmúlt időszak produkált,
egészséges élelmiszertermelést is céloz természetesen, ami a stratégiánknak egyik központi kérdése, feldolgozó üzemeket céloz, hiszen a termékeket föl kell dolgozni abban a térségben, és az átalakult földhasználati szerkezetnek megfelelően megváltozik a termék szerkezet is. Tehát új struktúrákat kell ennek megfelelően építenünk. A megújuló energia program nagyon fontos eleme ennek a rendszernek.